Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar fergeteges műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat hagyományos újévi hangversenyén a Vörösmarty Színházban. A program első darabjaként Szuppé könnyű lovasság nyitánya csendült fel a zenekar előadásában. Az első dallamokat rendhagyó módon, ugyanakkor az egyedülálló tradícióhoz hűen, köszöntőjét követően Cserpalkovics András polgármester is dirigálta. Ruf Tamás, a zenekar igazgatója örömének adott hangot, hogy az esten ebben az évben is olyan programokat kínálhatnak a közönségnek, amely egyedülálló zenei élménnyel gazdagítja az est vendégeit. Nagy várakozás előzte meg a mai hangversenyt, ami nagyon nagy öröm szerintem a minden zenész szívének, minden művész szívének, hogy az elmúlt fél év folyamatos újratervezései mellett volt egy állandó pont az életünkben. Mindennyian szerettük volna, hogy ez a ma este mindenképpen megvalósuljon. Itt vagyunk, ez a tervünk, ez a vágyunk, ez a célunk most megvalósulni látszik, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, nem mindegy, hogy hogyan köszöntjük az új évet. A hangverseny dirigense a zenekar művészeti vezetője Dobszai Péter volt, aki ezúttal is bizonyította, hogy a kiérlet magas szintű műhelymunkának köszönhetően a szimfonikusok kivételes helyet foglalnak el a művészetek hierarchiájában Székesfehérváron is. Mindenképpen szeretnénk még egy újévi koncertnek, aminek egy nagyon erős jellege és aktualitása van a dátumából fakadóan. Egy ilyen újévi koncertnek az esetében is reagálni a jelenre, reagálni mindarra, ami körülöttünk történik. És valóban ilyen szempontból a 2022-es évnek a történései azok nagyban befolyásolták azt, hogy hogyan állunk a műsorszerkesztéshez. Fontosnak tartjuk a hagyományokat, ugyanakkor fontosnak tartjuk az itt és mostnak, a hic et nunc-nak az elvét. A koncerten ismét városunkban köszönthettük Drahos Béla Liszt Ferenc díjas fuvola művészt, a zenekar egykori kiváló karmesterét, művészeti vezetőjét, aki ezúttal a műfaj ékkövét, Doppler Magyar Fantázia című művét tolmácsolta hangszerén a zenekar kíséretében.